Magyar Kanizsa központját vasárnap délben is százassával lepik el a menekültek. Stábunk, ahogy megérkezett, ahogy mögöttem is jól látszik, sokan úgy gondolták, hogy inkább tovább folytatják útjukat. A következő migráns csoportra azonban nem sokat kellett várni. A belgrádi autóbuszjárattal újabb 50 menekült érkezett a helységbe. Azt állítják, hogy a háború elől menekülnek. The first time I left my home about 3 years ago. Because the government, Assad government, started to gun the city with airplanes and guns, everything. Magyar Kanizsa központjában egy szerb nyelvet ismerő szíriai állampolgárral is találkoztunk. A 80-as években Belgrádban végezte egyetemi tanulmányait, arcát nem vállalva a mesél stábunknak. Many samnom vodno grubo osam mismo many otac muslim sina i od brata sina rođaci svi su rođaci moji ovde to smo izbeglice uglavnom izbeglice svi su i otprilike kad ste krenuli iz Sirije i kako dolazite da li sami ili ima nekih pomagača na putu pa većinom sami mislim otišao sam od kući već 15 dana preko Turske Grčka, Makedónia, i tako, Istanbul, Szerbia, de sem stigao ovde danas. A menekültek között sok a fiatal, akik szebb jövőt szeretnének maguknak biztosítani. Talált min Szúria, sehra thani, szalli sehra a tariq. Talált bi harb, u ma bi dirasa, u kada, harb, szóari, Daesh. Where rájá? Rájá hala Almania, Germany. Kemmel dirasti gád, ájís, jáni. Magyar Kanizsa központjában továbbra is nagy a felfordulás. A parkban lévő fákra hiába van arabul is kiírva, hogy ne szemetelj, ahogy a képeken is látszik, a migránsok nem tartják be a szabályokat. A park mellett két napja csirkehúsból készült szendvicseket is árulnak. Az üzlet ablakán a sertéshúst nem tartalmaz, szintén arab nyelvű felirat olvasható. Úgy tűnik, hogy ezt már értik a menekültek.